Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Megérkeztek az arcmaszkok Kínából. Pénteken kora este dr. Áldozó Tamás polgármester és Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója vette át a 10 000 sebészeti maszkból álló szállítmányt. Mint ahogy már többször is hírtattunk róla, a védőfelszerelések megvásárlását egy kínai gazdasági kapcsolatokkal rendelkező, ismert pápai vállalkozó segítette, aki két barátjával internetes közösségi felületeken kezdeményezett gyűjtést, hogy pápára védőfelszerelések érkezhessenek. Török Zsolt, Erdősi Csaba és Kis Róbert voltak azok, akik körülbelül 2 héttel ezelőtt elindítottak a Facebookon és a Viberen egy-egy nyilvános csoportot azzal a céllal, hogy a koronavírus járvány elleni védekezéshez az akkor már nagyon hiányciknek számító sebészeti arcmaszkokat tudjanak hozni pápára, kínai kapcsolatukat felhasználva. A felajánlásoknak köszönhetően 3 nap alatt összejött a szükséges összeg, és elindulhatott Kínából a szállítmány, amely pénteken este 6:30 meg is érkezett pápára, a Barát utcába, az Egyesített Szociális Intézménybe. Az eredeti elképzelés szerint a maszkokat a kórház kapta volna meg, de ez az elgondolás időközben megváltozott. Dr. Töreki Vörös Ibolya főigazgató asszonnyal mi egyeztettünk a héten, és arra jutottunk, hogy ezek a maszkok egy az egybe az Egyesített Szociális Intézménynél fognak maradni, és az én felelősségem ezt szétosztani. Úgy beszéltük meg az alapellátás vezetőjével, igazgatónőjével, Újvári Hajnalkával, hogy ezeknek a maszkoknak a felét, vagyis 5 000 darabot nekik fogunk átadni az alapellátás részére, és az itt maradt maszkokat pedig a saját dolgozóink körébe, és még akik hozzánk tartoznak gazdaságilag, 3 bölcsödébe fogjuk szétosztani. Kiemelten és nagyon szeretném megköszönni a társadalmi összefogásnak, a pápaiaknak ezt a kezdeményezést, hogy eszébe jutott bárkinek is, és annak a vállalkozónak, aki egyáltalán felajánlotta, hogy Kínából maszkokat tud nekünk, a mi részünkre megvásárolni, és nem tudunk elég hálásak lenni, nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Az Egyesített Szociális Intézmény igazgatónője hozzátette, még a járvány elején tartunk, így még sokáig szükség lesz az összefogásra. Azt mondta, bízik abban, hogy később is kapnak hasonló segítséget. Dr. Áldozó Tamás polgármester, miután segített bepakolni a maszkos dobozokat, elmondta, természetes volt számára, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez. Én is meghívást kaptam a Pápai Társadalmi Összefogás nevű csoportba, ahol láttam, hogy akkor ebből egy közadakozásra való felhívás kerekedett. Én azt gondoltam, hogy ha egy ilyen kezdeményezés van, akkor azt egyrészt illik üdvözölni, támogatni, és nem csak erkölcsileg, hanem akkor illik ezt kimutatni pénzügyi támogatás formájában is. És örülök annak, hogy pillanatokon belül rengetegen csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, sokan névvel, a felajánlott összeg kiírásával, és sokan úgy, hogy ezt nem tették meg, de természetesen tisztelet minden támogatónak. Én azt hiszem, hogy ahogy intézményvezető asszony mondta, ez egy példaértékű kezdeményezés volt, és az benne a rendkívül jó, hogy ez hamar sikerre is vezetett, hisz amint a kezdeményezőktől hallottuk, a szükséges pénz összegyűlt, sőt aztán utána annak a duplája is, és újabb célokat tudnak megfogalmazni. Török Zsoltól megtudtuk, a gyűjtés nem állt le. Ez idáig körülbelül 15 millió forintnyi adomány jött össze, sok magánszemély és több cég adakozásának köszönhetően. Kiemelt felajánlást tett Kovács László és Vida Balázs, akik 3-3 millió forint támogatást adtak, a török pékség pedig ózongenerátort adományozott a pápai kórháznak. A Nemesszalóki önkormányzat 400 000 forinttal járult hozzá a gyűjtéshez. Jelenleg ugyancsak Kínából a kórház és a mentőállomás részére védőfelszerelések, elsősorban 1 000 darab a védekezéshez nagyon szükséges FFP3-as maszk, illetve védőruházat, védőszemüvegek és pajzsok, valamint gyors tesztek beszerzése zajlik. Szerdán pedig 2 000 pár orvosi kesztyű érkezik a kórházba, a Pápai Társadalmi Összefogás csoport jóvoltából, mondta el szerkesztőségünknek Török Zsolt.
Az egészségügyi alapellátási intézet igazgatója hétfő délelőtt vette át az 5000 darab szájmaszkot az ESZI igazgatójától. Újvári Hajnalka úgy nyilatkozott, örül a védőmaszkoknak, mert továbbra is nehéz beszerezni ezeket az eszközöket. A kapott szájmaszkokat a védőnők, az ügyeleten dolgozók, a házi orvosok és a házi gyermekorvosok kapják meg, tette hozzá az intézményvezető. A mai nappal kezdték átvenni az önkormányzati képviselők azokat a textil arcmaszkokat, amiket az önkormányzat rendelt meg egy helyi textilipari vállalkozótól. A képviselők és az őket segítő szociális munkatársak a következő napokban viszik házhoz a védőeszközöket a város 60 év feletti polgárainak. Készülnek a textilmaszkok egy helyi textilipari vállalkozás varrodájában. Ezek első adagját az ESZI kapta. Mától pedig az önkormányzati képviselők vehetik át őket, hogy eljuttassák a választókerületükhöz tartozó 60 év feletti polgároknak. Segítőik szociális dolgozók lesznek, mindannyian igazolni tudják majd magukat. Kérem is azt, hogy ne engedjenek be olyat, hogy esetleg valaki hivatkozik arra, hogy ő maszkot hozott és be akar menni. Egyébként is képviselőtársaim, kollégáim nem akarnak bemenni, a háztartású is, ezek a maszkok ingyen vannak, nem kell értük fizetni, nem kell érte pénzt adni. A maszkokat nem postaládákba dobják, személyesen kapják meg a 60 év feletti pápaiak. Ezek a maszkok tartalmaznak egy használati útmutatót is, egy telefonszámot, amin segítséget kínálunk akkor, hogyha bármilyen probléma van, illetve kesztyűt is fognak tudni adni a képviselők. Természetesen betartva minden olyan magatartási szabályt, ami ilyenkor járvány idején illik. A védőeszközöket mintegy 6-8 nap alatt tervezik kihordani. Mindenkinek a türelmét kérem, mindenki az oda fogunk jutni. A mi listáink meggyőződésem szerint pontosak, hiszen a helyi népesség nyilvántartóból származnak, onnan kértük le őket, és 8000 nevet tartalmaznak, tehát 8000 pápai polgáron kell, hogy végigérjenek a segítők és a képviselők. 8000-üket kell, hogy felkeressék most. Azért az nagy munka. Ma délután dr. Gulyás János Zsolt és Vencel Csaba vette át a maszkokat. Utóbbi képviselő már ma elindult az Erzsébet városba, hogy az ott élőkhöz mielőbb eljussanak a védőeszközök. Már korábban telefonon is megkerestek időskorú lakótársak, hogy miként és hány darab ilyen maszkot, illetve kesztyűt tudnának beszerezni az önkormányzat támogatásával, úgyhogy vannak jó páran, akik ezt várják. Kedvező a jó idő, tehát a jó Isten is segít majd minket engben, képviselőtársaimmal, illetve azokban a szociális gondozókat abban a munkában, hogy ezek a maszkok, illetve gumikesztyűk minél előbb eljussanak a kedves lakókhoz. Vencel Csaba elmondta azt is, szabad idejében minél több polgárhoz kívánja személyesen eljutatni a maszkokat. 8 új ellátottat fogad szerdán az Egyesített Szociális Intézmény. Az idősek a kórház passzív osztályairól érkeznek az ESZI Barát utcai épületébe. A betegek kérelmüket már több hónapja benyújtották a bentlakásos intézménybe, most pedig lehetőségük nyílt arra, hogy be is költözzenek. A gyorsított eljárás oka, hogy a kórház készülve a megnövekedő betegforgalomra felszabadítja férőhelyeit. Március 8-án az országos tiszti főorvos elrendelte a látogatási és egyben kijárási tilalmat a bentlakásos intézményeknél. 19-én kibővítették a rendeleteket arra, hogy új ellátottakat sem vehetnek fel az intézmények. Kivételek azonban vannak. Azok a fekvőbeteg gyógyintézetben és az egészségügyi intézetben lévő betegek, akik már érvényes kérelemmel rendelkeznek. Ezért ezen a héten szerdán 8 idős fog hozzánk beköltözni. Ennek a protokollnak megfelelően negatív koronavírus teszttel és egy olyan nyilatkozattal, amely azt tartalmazza, hogy az elmúlt 2 hétben ők elkülönítve voltak. A leendő ellátottak kiválasztásában az ESZI szakemberei a kórház vezetőségétől kaptak segítséget. A kiválasztásban együttműködtünk a kórháznak a szociális munkásával, a orvosigazgató asszonnyal és az ápolási igazgatónővel. Folyamatosan konzultáltunk, és a hozzátartozókat is mindkét részről felhívtuk. Az Egyesített Szociális Intézmény felkészült a 8 új ellátott fogadására. Mindent megtettek annak érdekében, hogy kényelmesen tudják elhelyezni az idős kérelmezőket.
Az Eszterházi Kórház passzív osztályairól érkeznek hozzánk a lakók. 5 lakó a krónikus osztályról, 3 lakó pedig a GG ápolási osztályáról. A hozzátartozóikkal felvettük a kapcsolatot, folyamatosan megbeszélünk mindent, hogy hogyan fogjuk ellátni őket. Szerdai nappal fognak érkezni. Az új lakók mindegyike nő. Őket a klubszobából kialakított ideiglenes szobában helyezik majd el. Az ágyainkat azt múlt héten átnéztük, rendbetettük őket, lelettek fertőtlenítve, matracokat lefertőtlenítettük, ágyneműket. Az ESZI az ellátást külön nővérekkel biztosítja számukra. A fogadásukra már megtették az előkészületeket. A szoba készen, tisztán várja a 8 új idős hölgyet, akik kényelmes és szakszerű ellátást kaphatnak a Barát utca intézményben. Több hete digitális oktatás zajlik a hazai oktatási intézményekben. A tananyag elsajátítása interneten keresztül a virtuális térben történik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a digitális kompetenciák kihasználásával jól halad a tanítás-tanulás folyamata. Az általános iskolák után a középiskolák közül a Türi István gimnázium igazgatóját kérdeztük meg, hogy miként történik náluk a digitális oktatás. A kezdeti nehézségek után mostanra kialakult a digitális oktatásnak az a formája és rendszere, amellyel hatékonyan el tudják végezni az ismeretátadást, mondta el Németh Zsolt igazgató. Elmondhatom, hogy a pedagógusaink nagy lelkesedéssel álltak neki ennek a feladatnak, és most már a 3. hétre eljutottunk odáig, hogy mindenki megtalálta azt a módszert, ami neki talán a legideálisabb, illetve a diákok is felfedezték azokat a lehetőségeket, amelyek ebben a digitális rendszerben a lehetőségükre állnak. A tanulók, mivel számukra természetes az online világ, gyorsan és könnyen alkalmazkodtak az új módszerekhez, a számítógépen, interneten keresztül történő oktatáshoz, tette hozzá Németh Zsolt. A középiskoláskorú diákoknál azt éreztem, hogy szinte gond nélkül tudtak bekapcsolódni a digitális térbe. A kisebbeknél azonban akadtak problémák. Itt bizony szükség volt néha a szülők segítségére is. Viszont azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szülők is nagyon pozitívan álltak hozzá ehhez a rendszerhez. Ők is nagyon sokat segítettek abban, hogy a tanárok, illetve a diákok közötti megfelelő kapcsolat létrejöjjön. Attól függően, hogy ki milyen tantárgyat tanít, meghatározza, hogy milyen eszközöket és programokat használ a digitális tanítás során, de minden tantárgy tanítható így, emelte ki az igazgató. A mostani körülmények között a tanulmányi versenyeken nem tudnak részt venni tanulóik, mert azokat erre a tanévre beszüntették, tudtuk meg Németh Zsolttól, aki hangsúlyozta, a digitális oktatás nagy kihívást jelentett mindenkinek, de úgy látszik, eredményesen zajlik ilyen formában is a tanítás-tanulás folyamata. A református óvoda után a Szent Anna Római Katolikus óvodában is elindult a beiratkozást megelőző szándéknyilatkozatok bekérése. Az intézmény hosszú időintervallumot adott meg erre. Április 2-től 15-ig online várják azoknak a szülőknek a szándéknyilatkozatát, akik gyermeküket ebbe az intézménybe szeretnék beiratni. Az óvodában április 16-án és 17-én zajlik majd a személyes jelenlétet igénylő beiratkozás. Április 2-án indult és 15-én zárul a beiratkozási szándéknyilatkozatok fogadása a katolikus óvodában. Ezt elektronikus úton jelezhetik a szentannaovoda@freemail.hu e-mail címre, vagy a 0670 394 27 72-es telefonszámon az óvoda vezetőnél, mondta el híradónknak Tarróné Szűcs Zita intézményvezető. Ezután pedig elkészítjük a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, amiről az érintett szülőket haladéktalanul értesítjük, és akkor ezután a beiratkozás napjait az értesítésben már megjelöltük, április 16-a csütörtök és április 17-e péntek 8-tól 17 óráig. A szülőket értesíteni fogjuk, hogy pontosan hány órára kell érkezniük az óvodába, és ezt szeretném kérni, hogy mindenképp betartsák a szülők, mert a
az egészségügyi szempontokra különös figyelmet szeretnénk fordítani. Az óvodában a beiratkozás idején csak az óvodavezető és az időpontra érkező szülő tartózkodhat. A helyszín a Szent Anna óvoda Cimerman utca 10 szám alatti épülete. A beiratás napjára a megfelelő dokumentumokat is vinni kell magukkal a szülőknek. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tajkártya. A szülő törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint ha a kisgyermek már meg van keresztelve, akkor a keresztlevelet is szívesen fogadjuk, de ez nem zárja ki azt, hogy más vallású gyermeket nem veszünk fel, csak katolikusot, szívesen fogadjuk a református, evangélikus vallású gyermekek jelentkezését is. Az óvodából a következő nevelési évben 38 kisgyermek megy iskolába. Legalább ennyi leendő ovist tudnak beiratni szüleik az intézménybe a 2020-2021-es nevelési évre. Csukárdi Sándornak már számos novellája megjelent nyomtatásban, legutóbbinak online premierje is volt, hisz azt a jelenlegi helyzetik lette. Hogyan öltem meg Pista bácsit a címe, s arról szól, hogy a jó szándék is okozhat bajt. A Szó és Képszínpad vezetője elmondta, hogy ebben a novellában kiírta magából a gondolatait a járvány kapcsán, ezután már máson dolgozik. A társulat számára fejez be egy mesejátékot. Hogyan öltem meg Pista bácsit? Csak számok. Naponta növekvő számok és a számok mögött láthatatlan idegenek. A Városi Televízió rögzítette is a novellát Csukárdi Sándor tolmácsolásában, ezt hamarosan láthatják is majd a nézők. Nem gondoltam volna, hogy én írni fogok valamit a koronavírussal kapcsolatban, sőt nem is akartam, kifejezetten nem akartam belefolyni úgymond ezekbe a dolgokba. Viszont, mint minden ember, nyomon követtem én is a híradót, a különböző cikkeket, megosztásokat ugye a közösségi hálón, és sokszor olyan késztetésem volt, hogy írjak oda megjegyzést, hozzászólást, de úgy éreztem, hogy nem sok értelme lenne, mert pro és kontra, egyszerűen az igazság valahol olyan messze van tőlünk, vagy olyan közel, hogy nem veszük észre, hogy inkább nem írtam én sem. Okosat nem tudtam írni, hülyeséget meg ugye nem akartam, és így visszafojtottam egy csomó véleményt, hozzászólást, gondolatot. Aztán a sok gondolat novella alakjában fogalmazódott meg, a papama.hu portára került fel először, nagy tetszést aratott. Csukárdi Sándor elmondta, ez volt az első és egyben utolsó írása a koronavírusról. Ő most otthon dolgozik, kevés ideje jut az alkotásra, s ha van egy szusszanásnyi szünet, akkor a Szó és Képszínpad tagjaival tartanak online társulati beszélgetéseket. Nem hogy barátként, szinte testvérként sűve főve együtt voltunk, tehát nem csak a próbákon, úgymond meg az előadásokon szoktunk találkozni. Úgyhogy ez megsínli így a lelkünk. Konferencia beszélgetéseket szoktunk tartani a régi próbánk idejében, vasárnaponként. Hát ez ugye elhúzódik egy ilyen két órás kis telefonbeszélgetést szoktunk eszközölni, kivel mi van, hogy van, és hát ha elhúzódik ez a helyzet, akkor lehet, hogy még olvasópróbák is így fognak majd zajlani telefonon keresztül, ugyanis azért készülünk majd új mesejátékkal, amit még nem írtam meg, tehát erre azért majd kell időt szakítanom, és ezt majd lehet, hogy az elejét még telefonon fogjuk kóstolgatni. Pápán nagyon sok tehetséges alkotó él, a Városi Televízió szívesen teret ad a veszélyhelyzet idején készült alkotásoknak is. Várjuk jelentkezésüket! Holnap meleg időben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés! Kedden országszerte zavartalan lesz a napsütés. A Dunántúlon és délen élénk, néhol erős lehet a déli, délkeleti szél. Gyenge hajnali fagy inkább csak a fagyzugos helyeken fordulhat elő. Délután 18 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Nézzék továbbra is műsorunkat, és vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!